Csak a kormányon múlik, hogy mikor lesz magyar euró, mondta Dobrev Klára a DK konferenciáján. A párt árnyék miniszterelnöke szerint Magyarország ugyan vállalta, hogy egyszer bevezeti az uniós valutát, a kormány azonban egyáltalán nem tesz lépéseket ennek érdekében. A volt jegybankelnök szerint a feltételeket nehéz teljesíteni, az idén csatlakozó horvátoknak azért sikerült mégis, mert a politikai oldalak egyetértettek az euró szükségességében. Kellő kormányzati akarat. 2030-ig biztosan lehetne. Derültség fogadta a Gazdaságkutató Intézet elnökének szavait az euró bevezetésének céldátumáról a DK alapítványának újpesti konferenciáján. Az eseményen felszólalt Dobrev Klára is, aki úgy véli, hogy leginkább a politikai akarat hiányzik a közös pénz bevezetéséhez, amit szerinte az is bizonyít, hogy egy olyan országban is lehet már euróval fizetni, ami 25 éve még romokban állt a délszláv háború miatt. Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz 2004-ben, akkor kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az eurózóna tagja is leszünk. Minden új belépő kötelezettséget vállal. És most azt látjuk, hogy Horvátország, ami később lett az Európai Unió tagja, már belépett az euróövezetbe. Kerestük a kormányt is, hogy mik a szándékai a magyar euró bevezetésével kapcsolatban. Ők nem válaszoltak, de a Fidesz közleményt adott ki, amiben azt írják, épp azok a Gyurcsányék beszélnek euróról, akik kormányzása alatt Magyarország távolabb került az eurózónától, mert az államcsőd szélére vitték az országot. Az eurózóna csatlakozási követelményei a következők. Az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékpontnál többel a három legjobban teljesítő tagállam áremelkedésének mértékét. Az országnak 3% alatt kell tartania a költségvetés hiányát, és államadóssága nem haladhatja meg a GDP 60%-át. Az ország valutájának 2 évig tartania kell az értékét, és a hosszú lejáratú kamatráta nem haladhatja meg a 3 legjobban teljesítő ország kamatlábát. A kérdés az, hogy akarja-e a hatalom, és nem egy kormány, hanem a ellenzéke is. A jegyban korábbi elnöke szerint a horvátok azért tudták ezeket a feltételeket teljesíteni, mert bárki is volt kormányon, nem volt például választások előtti költekezés, majd az ezt követő megszorítás. A magyar gazdaság nem ment végig azon a stabilizáción, amit a horvátok egy szűk 5-6 év alatt kemény munkával, de teljesítettek. Nem volt könnyű. De benne vannak, most már egy gonddal kevesebb, ráadásul a horvát bankokat felügyeli az Európai Központi Bank, van egy védelmi ernyő rajtuk. 2022. májusában Horvátországban és Magyarországon is hasonló mértékű inflációt regisztráltak. Idén márciusban viszont a magyar áremelkedés 2,5-szer volt magasabb a horvátnál.